A Tamási Kosárlabda Egyesület három korosztálynak három edző közreműködésével tart edzéseket. A 11 év alattiakat Pájtli Péter edzi, aki a sportágra vonatkozó ismeretek elsajátításában segíti a gyerekeket. Értedni, ne jöjjön fejebb a labda! Láb, jobb lábad, von kívül ütöd le! Lábfejedek kívül, jó? Közben félfejjáig dolgozunk! Próbáljátok megtartani a távolságot! A 11-12 éves korosztálynak Brájer Orbán Károly, míg a serdülő 14-15 éves fiúknak Madarász András tartja a késő délutáni edzéseket. Évről évre a létszámunk az hol egy picivel több, hol egy picivel kevesebb. Nyilván befolyásolja az is, hogy amikor vírushelyzet volt, akkor fogytunk egy kicsit, de épp a napokban a legkisebbek közé új játékosok is jelentkeztek, szóval hullámzó. Korosztályonként válogatjuk szét őket, bár azért az is számít, hogy ki milyen szinten van. Aki kezdő, de korosztályba beleillene, akkor is a kisebbekkel kezd, illetve a kisebbek között is van olyan, aki mérkőzésre pedig már nagyobbakkal megy, mert a képességei alapján meg már odasorolható. Az óvodai csoportunk most már körülbelül másfél éve nem tud működni, ők lettek volna a legkisebbek, amióta az óvodákat nem lehet használni, nem lehet bemenni ugye a vírushelyzet miatt, sajnos ez a korcsoportunk megszűnt. Amíg tudtuk nekik tartani az edzéseket, addig természetesen nem kosárlabda volt az edzés, csak kosárlabdával, játékos labdás feladatok voltak, sorversenyek, nekik azért még ilyen jellegű edzések voltak. A kosárlabdázás alapvetően érintkezés nélküli játék. Ha az ellenféltől valaki kosarat akar szerezni, és ezt mi meg szeretnénk akadályozni, akkor nem szabad megütni a kezét, meglökni, ütközni vele. Már a legkisebbek is törekednek rá, hogy ezeket betartsák. A kosárlabda oktatásán keresztül sokoldalú személyiségfejlesztő lehetőségét a játék sajátossága biztosítja. Ez egy összetett cselekvést igénylő sport, melynek az eredményességét a pszichomotoros, kognitív képességek és érzelmi változások befolyásolják. Ennek tekintetében az iskolát megkezdő gyerekeknél az edzés menete is változik. Náluk azért már nagyobb hangsúlyt lehet fektetni a fizikai képzésre is, nekik a nyáron is, illetve a szezon alatt is több edzésükön arról szól a munka, erősítésről, futásról, izomépítésről, illetve még nekik is a technikai gyakorlatokat kell elsajátítaniuk, leginkább az egyéni képességeket kell még fejleszteni. Ha már a csapatjáték is összejön, annak már csak örülni tudunk, de igazából náluk is inkább még az egyéni játék dominál. A legidősebbek nálunk 14-15 évesek, kimondottan ügyes csapat, és ők már nagyon régóta is kosaraznak, mindannyian 4 vagy 5 éve, úgyhogy ő bennük van a bizadalmunk a jövőbe, későbbi felnőtt csapat alapjai talán ők lesznek. Nekik 4 edzésük van egy héten, tehát azért ez már egy komolyabb munka, ugye a kisebbeknek csak 2, úgyhogy ez idő alatt azért van elosztani mindenre jut idő, ahogy mondtam, a fizikai képességre, dobásfejlesztésre is fordítunk sok időt, mert ebben a korosztályban már meg kell tanulni távolabbról is dobni, illetve néha azért már a 2-2, illetve figurás játékokat is szoktunk velük gyakorolni. Az idejében még nem tudtak mérkőzést játszani, szintén ugye a vírus bizonytalan helyzet miatt még nem kezdődött el a bajnokság. Most a legutóbbi információnk alapján jövő héten végre elkezdődik. A tavalyi bajnokság is csonka bajnokság volt, nem tudtuk befejezni. Ha jól emlékszem, igen, az eredményeink az 50-50% győzelem és vereség aránya, de a kiírt 10 meccsből, jól emlékszem, 6-ot tudtunk csak lejátszani, úgyhogy nem is hirdettek végeredményt a bajnokságban. A fiúk mosolygos arccal jókedvűen érkeztek az edzésre, amelynek elején megtudtuk tőlük, hogy valószínűleg a lendületük alább hagy majd, hiszen a testmozgás lefárasztja őket, ennek ellenére nagyon fontosnak tartják, hogy sportoljanak. Sokuk előtt példaképek is vannak. Egyik az a apukám, mert kicsit régebben még ő is kosarazott. A másik, aki már nagyobb szinten van, az meg a Stephen Curry. 7 éve kosarazok, és azért szeretem ezt a sportot, mert ki tudok benne kapcsolódni, mert hát ugye nagyon régóta csinálom, és már nagyon szeretem. Sok barátom jár ide, mint ugye én is, és egy iskolába is járok velük, de egyébként a jövőre nézve, hát inkább hobbi sportnak űzöm. Testmozgás szempontjából egy jó sport, meg ugye a rugókat jól megmozgatja. A kispadról nézve sokszor több időbe telt összerakni, hogy az edző milyen feladatsort vár el a fiúktól, azonban nekik ez egyáltalán nem okozott gondot, és rendre teljesítették a taktikai elemekkel fűszerezett feladatsorokat.